Egy felmérés szerint idén a magyarok 32%-a tervez külföldi utazást, és az utazók 83%-a jelezte, hogy bankkártyát használnak az utazása során. Ez a szám mikor nőtt meg ennyire, vagy úgy általában szeretjük a bankkártyát használni? Egyre inkább terjed a bankkártya használat, hiszen számtalan előnye van. A velünk hordott készpénzzel bármi történhet, esetleg ellophatják, nincsenek azok a biztonsági fékek ott, mint a bankkártyánál, megrongálódhat, és hát egyre szaporodik azoknak a helyeknek a száma, ahol ezt elfogadják. A Magyar Nemzeti Bank egy kommunikációs kampányt indított az ökkenőmentes nyaralások pénzügyi támogatására. Ennek része a nyári bankkártya használattal kapcsolatos tudnivalók ismertetése. Mi azt mondjuk, hogy előnyösebb megoldás a bankkártya, de vannak olyan kisebb árusok, esetleg helyzetek, amiért a bankkártya mellett egy kisebb összeget érdemes készpénzben is magunkkal vinni. Mindjárt beszélünk egyébként ezekről, hogy mire figyeljünk oda még egyébként a külföldi kártyás költéseink esetében, de még a kártya népszerűséggel kapcsolatban nem olyan régi történet az, hogy telefonon is hordhatjuk tulajdonképpen a bankkártyánkat, tehát fizethetünk a telefonunkkal is. Ez mennyire népszerű, és ennek a népszerűsége mennyire terjed ma Magyarországon? Terjed, de azért ezt hozzá kell tenni, hogy elsősorban még azok körében terjed, akik fogékonyak a digitális újszerű megoldásokra. Tehát én azt gondolom, hogy kell egyfajta kifutás, kell egyfajta erősödés ezeknél a lehetőségeknél, mint ahogy ott is kellenek, hogy fizetési megbízást adjunk esetleg fizetéseknél. Tehát ezeket a megoldásokat, amiket a magyarországi bankok már tudnak alkalmazni, és ezzel tulajdonképpen a bankszektor erős versenytársa lesz a fintech szektoroknak, ahol mondjuk az azonnali utalások, vagy az ilyen típusú fizetések már korábban is jelen voltak, tulajdonképpen ezeknek még kell erősödniük. Az más kérdés, hogy emellett van egy olyan társadalmi réteg, amelyik erősebben ragaszkodik a készpénzhez, hagyományos megoldásokhoz is. Ahogy említettem, mi azt mondjuk, hogy a kettőnek egyfajta mixét érdemes, alapvetően érdemes a bankkártyákra fókuszálni, de egy kisebb összeget célszerű magunkkal vinni az olyan típusú kiadásokra, amikor egy kisebb árusnak vagy valamilyen szolgáltatónak éppen nincs bankkártyás fizetési lehetősége. Az MNB-nél egyébként azzal foglalkoztak-e, hogy mely országokban javasolt inkább a bankkártya használat, és hol nem javasolják? Vagy a bankkártya minden országban javasolt, csak mondjuk a készpénz mennyiségét változtassuk? Mi az általános figyelemfelhívást tesszük meg, tehát azt mondjuk, hogy mielőtt elutazunk, először is ott kezdődik a történet, hogy tudjuk, hogy ez egy pénzügyi kiadás, tehát a megtakarítástól, az előtakarékoskodástól kezdve több leágazása van. A kártyák vonatkozásában érdemes azt megnézni, hogy a mi kártyánk az milyen típusú. Ugye mondjuk egy egyszerűbb típusú elektron kártyával nem biztos, hogy mindenütt lehet külföldön, vagy olyan keretek között lehet fizetni, ahogy esetleg itthon. Tehát tájékozódjunk az adott célországról. Nézzük meg azt is biztonsági intézkedésként, hogy milyen költési limiteink vannak beállítva a kártyán, milyen napi lehetséges tranzakció darabszám, és adott esetben, ha szükséges, ezt módosítsuk, hiszen ezek azért egy egyszeri nagyobb kiadást jelentenek ezek az utazások. Tehát miután azonosítottuk a kártyánk lehetőségét, fizetési lehetőségét külföldön, itthon is, ha szükséges, tegyünk módosításokat, és az pedig egy további lépés lehet, hogy a bankunk ügyfélszolgáltának esetleg külön jelezzük, hogy most a költéseink azok esetleg eltérőek lesznek a korábbiaktól, külföldön fognak történni, mert hogyha mondjuk egy szokatlan helyen történnek majd a fizetések, elképzelhető, hogy riaszt az automatikus banki kockázatelemző rendszer, és esetleg a bankunk fog fölhívni, hogy érdeklődjön, hogy valóban mi vagyunk azok, akik ezt a költést megtesszük ott azon a szokatlan helyen. Ez egy biztonsági fék, tehát ez is a javunkat szolgálja, de tulajdonképpen, ha már mi előre szólunk a banknak, akkor ezzel tulajdonképpen így együtt tudunk működni, és zökkenőmentes lesz a nyaralásunk ezen a téren is. A kártyás vásárlás egyébként külföldön is ugyanúgy költségmentes, mint itthon? Vagy ez is országa igen. Válogatja? A legtöbb helyen igen. Elképzelhetők a egzotikus országokkal esetleg a kártyás fizetésnek van valami költsége, ezért erről is, főleg az egzotikus országokba való utazás előtt érdemes tájékozódni, mint ahogy arról is,
hogy a készpénzfelvételnek a hazainál általában magasabb a költsége, tehát ezt is nézzük meg. Legyünk tudatában annak, hogyha készpénzt veszünk föl, annak lehet költsége, ha a hitelkártyával veszük fel, akkor azonnal van költsége. Általában tájékozódjunk a kártya elfogadási szokásaira annak az adott országnak, például azt is, hogy a bankkártya műveleteknél milyen átváltási árfolyamok vannak. Ugye a két nagy kártyatársaság vagy euró alapon, vagy dollár alapon számol, tehát hogyha egy olyan országba megyünk, ahol egy harmadik fajta típusú pénz van, és nekünk forint számlánk van itthon, akkor annak az országnak a devizanemét először euró vagy dollár alapúra váltják át, és ezt követően pedig forint alapúra, tehát itt két művelet is történik. Érdemes ezt megnézni, és ezt a bankok honlapjai nyilvános helységeiben lehet ellenőrizni, hogy ezeknek milyen az átváltási árfolyama, milyen költségdíjak merülhetnek föl, és adott esetben erre is érdemes készülni. Egyébként, ha az Európai Uniós tagországba utazunk, akkor nyugodtak lehetünk, hogy ezek a tranzakciók minimális költséggel működnek, vagy akár költségmentesek? Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ha minél közelebbi Európai Uniós, főleg eurozónás országba megyünk, és mondjuk euróalapú a kártyánk, akkor tulajdonképpen forintszámla esetében összesen egy átváltás történik, tehát kisebb a költség, minél egzotikusabb, minél távolibb országba megyünk egy harmadik típusú devizával, ugye annál magasabb lehet a költség, tehát erről érdemes előzetesen tájékozódni. És ugye nagyon sok turista szereti az úgynevezett dinamikus valuta konverziót, a DCC-t, nek az a lényege, hogy tulajdonképpen az a szupermarket, pénztár, terminálja, vagy egy ATM, az forintba írja ki, vagy jeleníti meg a vásárlásnak az összegét, vagy a készpénzfelvételt. Ez egy nagyon jó kényelmi szolgáltatás, de azt tudni kell, hogy általában a kényelmnek ára van, tehát ott a hagyományos fizetéshez képest, mint hogyha tényleg a helyi devizába fizetnénk, vagy a helyi pénzben számítanák fel ezt a készpénzfelvételt, ott nagyobb az árrés százaléka. Erről egyébként a POS terminálon, illetve az ATM-nek a képernyőjén tájékoztatást kell adni, tehát előzetesen látnunk kell, hogy milyen többletköltséggel jár ez a kényelmi szolgáltatás. Ha pedig azt mondjuk, hogy ez nekünk túl magas, akkor választhatjuk természetesen a hagyományos fizetést is, akkor ezt azt szerint fogják ránk terhelni. A legnagyobb probléma akkor van, ha az ember elveszti akár a készpénzét, akár a kártyáját. Gondolom ilyen esetben is, ahogy lehet jelentsük, hogy elvitték a kártyánkat, főleg, hogyha előtte már azt is bejelentettük, hogy semmi meglepő nincs abban, hogy Magyarországtól távol használja valaki a kártyánkat. Igen, megvannak azok a banki telefonszámok, élnappali ügyfélszolgálatok, ahol ezt megtehetjük. Ezt érdemes a lehető legkorábbi pillanatban megtenni. És itt lép be ugye egy másik nagyon fontos dolog, amire érdemes felkészülnünk, nevezetesen, hogy legyen utasbiztosításunk is. Az utasbiztosítás akár kártyához is kötődhet egyébként, de az jellemzően kisebb összegű, nem minden kiadást fedezhet. Ha viszont olyan utasbiztosításunk is van, ami mondjuk bizonyos összegek rendelkezésre bocsátását jelenti, ez podgyászbiztosításhoz, akár kirabláshoz, bármihez vagy elvesztéshez kötődhet, akkor a biztosító ügyfélszolgálata abba is tud segíteni, hogy készpénzt bocsássanak a rendelkezésünkre, adott esetben szállásról is tudnak gondoskodni, hogyha utazás hosszabbításra van szükség, illetve a hazai utatásba is tudnak segíteni. Tehát a bankkártyákhoz kötődő másik fontos tanács, hogy érdemes utasbiztosítással is rendelkezni, hiszen az európai kártya Európában egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó segítő kártya mellett a podgyászkárt, akár az anyagiakhoz kötődő kárt, azt egy ilyen utasbiztosítást tudja fedezni. Ezeket egyébként egy csomagban a kis navigátor fogyasztóvédelmi honlapunkon is meg lehet találni, akár azt, hogy előzetesen hogy kalkuláljunk, van egy kis költségvetés, háztartási költségvetés számító programunk, tehát hogyan tudunk tudatosan készülni, hogyan tudunk okosan a bankkártya használatra fölkészülni, az utasbiztosításra is, illetve ami nagyon fontos, hogy hol érdemes és hogyan valutát váltani itthon, milyen különböző költségek lehetnek, és hát persze a kártya használathoz az is hozzátartozik, hogy a kibertérben legyünk nagyon óvatosak,
Tehát digitálisan használjuk a kártyánkat vagy a számlánkat, nézzük meg külföldön azt is, hogy abban az internetkávézóban, hogy hogyan fogunk bankolni digitálisan, vagy hogy használjuk a kártyánkat, külföldön se adjuk meg a bizalmas adatainkat senkinek, hiszen az a belépő tulajdonképpen a csalók számára, hogy eltulajdonítsák a pénzünket. És ráadásul ugye, ha mi adtuk meg az adatainkat, akkor nem számíthatunk kártérítésre se. Pontosan így van. Ha súlyosan vagy nagyon gondatlan módon jártunk el, ebben az esetben a bank nem tartozik kártérítéssel nekünk, tehát ebben az esetben még kellemetlenebb helyzetbe kerülünk.